A rendszerváltás óta nem volt olyan alacsony, 3,4%-os a munkanélküliségi ráta, mint most, mondta a pénzügyminiszter az M1-en a KSH legfrissebb adataira reagálva. A Központi Statisztikai Hivatal közölte, ismét 4,5 millió fölött volt a foglalkoztatottak száma a márciusi-májusi időszak átlagában, és 43 ezerrel dolgoztak többen, mint egy évvel korábban. Varga Mihály hangsúlyozta, a kedvező gazdasági helyzet és a kormányzati gazdaságpolitikai lépések is hozzájárultak a mostani pozitív adatokhoz. Évente 10 milliónál is több pezsgő tabletta tartályt készít, ez a csaknem 250 millió forintba került gép. A székesfehérvári gyógyszeripari termékek csomagoló anyagait gyártó cég folyamatosan fejleszt, de ennek ellenére is szüksége lenne szakértő munkáskezekre. De ahogy mondani szokták, már lasszóval is alig tudnak fogni képzett munkaerőt, pedig a 100%-ban magyar tulajdonú vállalkozás szinte mindent megtesz ennek érdekében. Természetesen karban tartjuk a béreket, megpróbáljuk folyamatos emeléssel tartani a bérszínvonalat. Továbbá a távolról érkező munkásainknak térítjük az utazási költségét, gondolkodunk munkásszálló építésében, illetve az itteni helyi viszonyok közötti munkásszálláson való elhelyezésben, illetve próbálunk a belső képzéssel karrier lehetőséget építeni minden belső emberünknek, hogy maga előtt perspektívát lásson. Azt, hogy egyre nehezebben találnak munkaerőt a cégek, jól mutatják a legfrissebb adatok is. A foglalkoztatottak száma például idén, március és május között több mint 40 ezerrel nőtt éves összehasonlításban. Ez azt jelenti, hogy már több mint 4,5 millió embernek van munkája. Ezzel párhuzamosan tovább süllyedt a munkanélküliség. A vizsgált három hónapban 160 ezerrel csökkent az állástalanok száma, ami 10 ezerrel kevesebb, mint egy éve volt. 3,4%-ra csökkent a munkanélküliségi ráta. A pénzügyminiszter az M1-nek nyilatkozva azt hangsúlyozta, hogy a rendszerváltás óta nem volt ilyen alacsony ez a mutatószám, ami az Európai Unióban a negyedik legjobb adat. Ez megerősíti azt, hogy a foglalkoztatást segítő programok, ezen belül is a munkahelyvédelmi akcióterv jól működött az elmúlt években. Varga Mihály azt mondta, reális esély van arra, hogy 2010-hez képest az előttünk álló időszakban 1 millióval növekszik a munkában állók száma. Több mint 800 ezer emberrel dolgozik több a Magyarországon, mint 2010-ben. Ha ezt nézem meg, akkor az egy reális cél, hogy 2025-ig azért az 1 millió munkában álló létszám ez megvalósuljon. Én nagyon bízom abban, hogy a magyar gazdaság lendülete az továbbra is töretlen marad. Jól látható, hogy a elmúlt évek gazdaságpolitikai intézkedései egy olyan gazdasági szerkezetet tudtak létrehozni, amelyik kedvez a foglalkoztatásnak, és kedvez annak is, hogy a foglalkoztatásba lépők magasabb bérért tegyék meg mindezt. A miniszter úgy számol, hogy a közfoglalkoztatottak, a regisztrált munkanélküliek és a külföldön dolgozók mintegy 450-500 ezeres táborából, hozzávetőleg 150-200 ezer ember hamarosan tovább növeli a hazai munkavállalók számát.